Kiszivárgott a szakközépiskolák új kerettantervének a tervezete, az átlátszó jó voltából, és már is rengeteg szakmai kritikát és tiltakozást váltott ki. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Mi a gond azzal ön szerint, amit eddig ebből a kerettantervből látunk? Azt hiszem, hogy a legnagyobb rombolást a magyar közoktatási rendszerben a Fidesz a szakképzésben követte és követi el éppen most is. Ami azt gondolom, hogy nem véletlen, megint ilyen rendszerelvű, vagy hogy mondjam, értékrendbeli változásról van szó, vagy választásról van szó. Ugye az egyik ilyen rombolási elem az volt, amikor 18-16 éve csökkentették a kötelező tanítási időszakot. Ez leginkább azokat a gyerekeket érintette, akik beszorultak a szakmunkás képzésbe, szakképzésbe, mert egy gimnazista természetesen 18-19 éves koráig jár iskolába. Tehát őket ez nem érinti. A legrosszabb helyzetben lévő, leghátrányosabb helyzetben lévő családok gyerekeiről döntsük el már 14 éves korukban, hogy mi lesz az ő sorsuk. Most ugyanez folyik a szakképzés ketté törésével, ugye, hogy akkor aki bemegy a szakmunkás képzésbe, azonnal nem tud már kijönni. Tehát egy zsákutcás rendszert hoz létre az új fideszes elképzelés. Ha te eldöntötted 14 éves korod, vagy varrónő leszel, vagy varró bácsi, vagy biztos van varró férfi is, tehát hogy varrodába szeretnéd letölteni az életed, ami nyilván már egy kényszer döntés, hiszen az ember 14 éves korában nem hiszem, hogy erre áhítozna egyébként, akkor te onnan nem tudsz kimenni, mert olyanokat tanulsz, vagy olyanokat nem tanulsz, ami következtében, hogy te úgy gondolod 16 éves korod, vagy 19, hogy te mégse ezt a pályát szeretnéd, hanem mondjuk informatikus szeretnél lenni, vagy mondjuk autószerelő, vagy mit tudom én, gépészmérnök, akkor nem tudsz visszamenni a rendszerbe, nem tud a gyerek visszamenni a rendszerbe, mert ez a zsákutca, ez a klasszikus, egyébként 70-es évekbeli szocialista közoktatási rendszer, nem csak Magyarországon, az egész blogban ez volt a jellemző, hogy a saját gyerekeinket, azt kimentjük az elit gimnáziumokba, ugye kialakítunk ehhez egy erős egyházi gimnáziumi lobbit, ami különösen jól szolgálja az elit képzést, oda mennek a mieink, a többiek bemennek ebbe a kétkezi munkásként, ma jól megállod a helyet című rendszerbe, ugye Parag Lászlótól halljuk valószínűleg a miniszterelnök bal kezétől a legtöbbet erről, aki az iparkamara elnökeként mondja ezeket a marhasságokat, hogy a gyerekeknek jól meg kell tanulni szakmunkásul, miközben a világ pont az ellenkező irányba megy. Tehát a világ arra megy, hogy te tanulj meg tanulni az iskolában, majd eldöntöd felnőtt korodban, hogy merre mész, életedben legalább 4-5-ször válts munkát, mert nem biztos, hogy az lesz a munkaerőpiacon 2028-ban, mint most van. Ehhez képest a magyar közoktatási rendszer pontosan az ellenkező irányba megy, ami végtelenül felelőtlen szerintem. De hogy a szakképzésen ilyen hangsúly van most, és ennyit foglalkozik vele a kormány, az annyiban sem véletlen, és ehhez nem kell összeesküvés elmélet, meg hátsó szándékot feltételezni, mert a világ is azt mutatja és mondja Magyarországnak, hogy valami nincsen rendben. Ugye a legfrissebb OECD jelentés, amiről egyébként a kormány nagyon pozitívan nyilatkozik, mert hogy sok szempontból megdicsérte az ország gazdasági mutatóit, a szakképzés elégtelenségében véli felfedezni az egyik legnagyobb okát annak, hogy nem fenntartható a mi gazdasági növekedésünk, mert hogy nem tudunk megfelelő mennyiségű és megfelelő felkészültségű, szakmailag elég jól képzett fiatalt előállítani az esetleges külföldi, meg a már jelenlévő külföldi beruházók számára. Tehát valami tényleg nem stimmelt ezzel a képzéssel. Persze, hogy nem stimmelt, mert önmagában a rendszer nagyon rossz. Csak amikor az OECD ilyeneket mond, akkor pont az ellenkezőjét várja el egy szakképzési rendszertől, mint ami Magyarországon történik. Tehát a probléma az, hogy felkészült, modern, nyelveket beszélő, informatikához értő szakember nincs elegendő Magyarországon. Nem arról van szó, hogy segédmunkás nincs elegendő, az is van. Ez igaz, csak az nem az a kérdés, hogy valaki ha hegesztő a 21. században, 2016-ban Magyarországon, akkor milyen tudásokkal kell rendelkeznie, hogy tényleg az az irány, hogy én 14 éves koromban nem én, hanem a családom eldönti, hogy én hegesztő leszek, mert ez nyilván megint csak nem egy gyerek döntése. Nyilvánvalóan, hogy egész életemben úgy keltem fel reggelent, hogy hegesztő szeretnék lenni. Belekerül ebbe a rendszerbe, ebbe a rossz rendszerbe, mert rossz tanuló, nem megy neki az iskola, nem tud a gimnáziumba menni, vagy a család olyan szegény, hogy azt szeretné, hogy minél előbb keressen pénzt. Akkor pont ezeket a gyerekeket kell rabszolgaként hozzákötnünk az adott szakmájuk. Az OECD nem erről szól. Az OECD arról szól, hogy felkészült munkaerő, szakképzett munkaerő nincs Magyarországon elegendő. Ez igaz.
Ennek következtében nem azt kell tenni, hogy visszahúzzuk a rendszert, hanem sokkal inkább előre kéne vinni, azt kéne mondani szerintem, ez a modern, a 21. század, mindenütt a világon erre megy a nyugatias, fejlődő világ, hogy minél később tanulj szakmát, minél tovább maradj benne a közoktatási rendszerben, tanulj meg nagyon jól tanulni, tanulj meg nagyon jól élni, tanulj meg nagyon jól kommunikálni, tanulj meg nagyon jól informatikául, legalább egy idegen nyelvet tanulj meg olyan szinten, hogy dolgozni is tudjál benne, és utána, ha ez mind megvan, akkor válasz magadnak szakmát, mert akkor tudsz változtatni. Ez pont az ellen, nem ezt igényli az OECD, hogy Magyarországon 14 éves gyerekeket lökjünk bele egy olyan rendszerbe, nem tudnak kimenni, mert ez a lehető legrosszabb rendszer, ez az inas rendszer, ami már réges-rég megbukott, és pont megint azt mondom, hogy az az egyharmad családot, gyereket érint, akik a legkevésbé tudják az érdekeiket érvényesíteni, akik a leginkább ki vannak szolgáltatva, és akinek a leginkább segítenie kéne egy tisztességes államnak. És eddig az a típusú közoktatás, ami ugye most visszaszorul, közismereti oktatás a szakközépiskolákban, a biológia, a fizika, a földrajz, magyar irodalom és így tovább, az olyan színvonalú volt, hogy valóban maradandó tudást adott ezeknek a fiataloknak, és később valóban átnyergelhettek még egy más területre, vagy azért gyakran kipipálták, hogy megvolt az a történelem óra, de ettől még egy évvel vagy két évvel később nem tudott volna felvételizni belőle az illető gimnáziumban, vagy egy egyetemre. Természetesen nagyon sok baj volt és van a jelenlegi, vagy akár a 2010 előtti szakképzéssel. Egy legnagyobb problematikus területe a magyar közoktatásnak az a nagyon régóta a szakképzés. Itt volt a legkevésbé mozgás. El lehet azt mind mondani, amit ön mond kritikaként, hogy bizony az volt, az van, hogy ezekkel a egyébként rossz indulással indul, egy rossz háttérrel induló gyerekek elvégzik a 8 általánost nagyon nehezen, csomó hiányossággal, gyakran írni, olvasni, számolni kevéssé tudnak. Ezekkel a gyerekekkel felzárkóztatni kéne, alapvető ismereteket kéne pótolni, és nem feltétlenül valami egészen más csinálni. Tehát én nem azt mondom, hogy nem kellene ezen változtatni, csak ez nem azt jelenti, hogy eltörölni kell, hanem azt jelenti, hogy jobban kell csinálni. Azzal a gondolattal például, amit az államtitkár a közoktatásról és már oktatási államtitkár legutóbb mondta, hogy komplex tárgyként kéne kezelni a természetismeretet. Én nagyon egyetértek. Az én iskolámban, a közösebb politechnikumban 90 óta természetismeret van, nem fizika, kémia, biológia és földrajz, hanem természetismeret van. Szerintem az elit gimnáziumban is így kéne tanulni, hiszen egy gyereket nem fizikául kell megtanítani, hanem egy viszony kell a természet világához, amiben élünk. De ez igaz a fazekas gimnáziumra, meg igaz a 19. kerületi külterületi szakmunkás képzésre ugyanígy. Tehát ez egy szemléletmód kérdése. Ha arra használom a komplex tárgyat, hogy kevesebbet tanítsak, az egy teljesen elhibázott dolog. Ha arra használom, hogy holisztikusan szemléljem a világot, tehát az egészet lássam, akkor az ugyanúgy igaz a legjobb gyerekeinkre, mint a legrosszabbul teljesítő, nem saját hibájából, hanem a helyzetéből következő a legrosszabbul teljesítőre. Tehát az a gondolat, hogy ne irodalmat tanítsunk, olyan művészet, ez föl sem merült. Azzal én nagyon egyetértenék, mert a vizuális kultúra teljesen kimarad a közoktatás minden eleméből. De azt mondani, hogy tanultsunk művészetet a szakmunkásképző szakiskolába, szakközépiskolába járóknak, mert úgy kevesebb óra kell, ez egy felháborító cinizmus ezekről a gyerekek, mert azt mondja, hogy kevesebb óra kell hozzá, megtakarítani akar és nem többet adni. Ez így nem működik. Árulkodó a dolog, ezek a srácok, fiúk, lányok nem számítanak. Ezek menjenek be rabszolgaként valahova, vagy legyenek majd igavonó közmunkások valahol, az sem nagy baj, azokra is szükség van. Őróluk letettünk, nem számítanak. Nekünk az számít, hogy a mi saját gyerekeink, saját világunk valamilyen módon felépüljön. Borzasztó ez a szétvált történet, és még egyszer mondom, én ezt sokszor elmondtam már itt is, hogy ez a 70-es évek, az a borzasztó. Ez nem a modern világ, ez nem a 21. század, hanem ez a magyar szociális legrosszabb, vagy számomra legkevés volt annak rosszabb időszaka is, de a számomra megélt legrosszabb időszaka, ahol nem arról szól a dolog, hogy mi jó a gyerekeinknek, hanem arról szól a dolog például, hogy Parag László azt mondja Orbán Viktornak, hogy most a munkaerőpiacnak szerintem arra van szüksége. Erre próbál megfelelni egy közoktatási rendszer. Milyen abszurd dolog ez? Hát ezek a gyerekek, akikről most beszélünk, akik most 14 évesek, ezek 2038-ban is ezen a munkaerőpiacon lesznek. Ki a fene tudja azt, hogy 2038
2038-ban a magyar munkaerőpiacnak mire lesz szüksége, hogy tényleg hegesztőre lesz szüksége, vagy a hegesztést addigra már tényleg robotok fogják végezni, és valami, mint ahogy most így van egyébként a multinacionális vállalatok mindegyikén, hogy effektív hegesztés nem nagyon történik, csak legfeljebb a sufniba otthon. Tehát, hogy tényleg ez a 21. század világ, lemondunk társadalmi csoportokról. Erről szól az egész orbáni politika, szerintem minden elemű, amikor azt mondjuk, hogy 4 millió ember a szegénység küszöb alatt él, róluk lemondtunk, és el lehet mondani, hogy egyébként az ország jól van, mert a másik része az akár még jól is élhet, hogyha úgy adódik neki. Nagyon köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Most híradó következik, utána térjenek vissza hozzánk, folytatni fogjuk többek között Start Plus-t.